itthon Erdélyben. Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei Székelyvajára kalauzoljuk hallgatóinkat. A település az Erdélyi medence közepén fekszik, Marosvásárhelytől 15 kilométerre délkelet irányba. Közlekedési viszonyai jók, mivel az E60-as nemzetközi út szeli át. A falu területének legalacsonyabb tengerszint feletti magassága 326 méter, ez a település központi része, legmagasabb pontja 520 méter, a falu határában található figyelő erdőnél van. Innen kilátás nyílik a Nyárád és Kükülő mentére. Közigazgatásilag Ákosfalvához tartozik. 1332-ben Voja néven említik először. 1562-ben határában fogták el János Zsigmond csapatai, székelypálfalvi Nagy Györgyöt, a fellázadt székelyek egyik vezérét, akit Segesváron lefejeztek. 1848-ban itt tartották Marosszék nemzetőrei gyűlésüket, innen indultak a radnóti tábor ellen. A hagyomány azt tartja, hogy Székelyvaja a szentbenedeki fehér barátoknak volt majorja, innen tejet és vajat szereztek be maguknak. Innen eredne a falu neve. Van egy másik feltevés is, hogy nevét a régi székely nemek és ágak szerinti feloszlásban található Vaja ágról kapta. Székelyvaja gazdag vízhálózattal rendelkezik, amely patakokat, forrásokat és határkutakat foglal magába. Református temploma románkori eredetű, szemöldökkövében egykor 1442-es évszám volt látható. 1695-ben építettnek vélik a történészek a Sándorhegy északnyugati részén található ortodox kápolnát. 1974-ben és 2004-ben felújították, nincsenek hívek, nem használják. Iskolai oktatás már 1602-től létezik a településen. Ma a megcsapant gyereklétszám miatt csak elemi iskola működik a faluban. A művelődésnek, kultúrának az igénye nemzedékről nemzedékre szállt. Az éneklést mindig szerették. Bartók Béla 1914-ben Székelyvajában is járt gyűjtő útja során. A jelen kulturális élet egyik nagyon szép példája a székelyvajai fúvós zenekar. 1958-ban alakult 13 székelyvajai kezdeményezésére. Ezek nagyon régi freskók, még igazából további felújításra szorulnak. Majdnem minden vadfaj megtalálható, ami Romániában él, kivéve a hegyi kecske, az erge, fajtkakas, hiúz. Szarvasmarha tenyésztés volt. A menő réged. Itt van Amerika, itt van Németország Székelyvajában. Nem, hogy elmenjünk. Nem szabad itt hagyni, ami itt van. Szerintem 10 év múlva a fiatalság még ennyire se lesz összetartó, mint amilyen most. Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a székelyvajai fiatalokat hallgatjuk. Összeállításunk második részét közvetítjük. Pápai László nevem, a székelyvai református lelkipásztor vagyok. Hány éve pásztorolja a reformátusokat? 5 éve és 3 hónapja körülbelül.
ez a harmadik szolgálati helyem. Kóboron kezdtem a szolgálatomat, utána Tódalgon folytattam mezőségen, és most itt a Székelyvajában szolgálok. Nagy váltás Kóbor után, meg Toldalag után, egészen más a közösség bizonyára. Igen, egészen más, ugye más tájegységek, más a mentalitás, sok minden változott. Egyrészt ez kihívás is, és ennek örülnek. Toldalagon hány híve volt? Mert Kóboron azért sokkal kevesebb volt, mint itt Székelyvajában. Toldalagon akkor, amikor eljöttem, 62 volt a lélekszám. Kóboron ott meg 100 körül volt, ez 2002-ben volt. Nagyon szerettem ott is, Toldalagon is jó volt, és most itt Vajában, itt is megszoktuk már, és nagyon szeretjük. Hány református hívet tartanak nyilván itt Székelyvajában? 607-en voltunk december 31-én a tavaly, az év végén. Van gyarapodás is, hál' Isten, idén sok keresztelőnk volt, jó híreink vannak. És ezek a kisgyerekek itt maradnak a településen, vagy valahol távol élők is itt keresztelik meg a gyerekeket? Itt maradnak a gyülekezetben. Legalábbis az én szolgálatom idejét nem volt erre még példa, hogy máshonnan hozzanak ide keresztelnő gyermekeket. Esküvő van-e? Van, lehetne több is, de most ez van. Itt is a fiatalok inkább választják az együttélést, vagy hagyományőrzőek a székelyvajai fiatalok, és amúgy bizonyára a falu is megszólná, hogyha padházasságban élnének. Mi a tapasztalat? Van olyan is, hogy együtt élnek, viszont ahogy látom, én a többség azért mégis azt tartja az igazinak és a jónak, hogyha a házasság kötése a templomban is megtörténik, és teljesen törvényesen vannak együtt. Évente hány temetés van? Hát ez változik. Azt mondanám, hogy átlagosan egy olyan 15-20 között mozog a temetések szám. Most a parókián beszélgetünk, és egy gyönyörű szép itt most a parókián minden. Ezt minden sikerül közmunkából megoldani, vagy most a mai világban már fizetni kell mindenért? Közmunka is volt, valamiért fizetni is kell, tehát ez vegyes. Amúgy a parókia ez egy régi adomány, ez nem a hívek adakozásából épült meg, hanem úgy adta valaki, egyházra hagyta. Máskülönben a régi paróképület az a templom mellett volt. Ez családi ház volt? Családi ház volt, igen, egy nagy gazdának a háza volt, és egyházra hagyta. Itt van egy ima terem is a parókia mellett, azt mikor használják? Ott szoktuk tartani a vallásórákat, konfirmáció előkészítőket, ott tartjuk télen az istentiszteleteket, mert templomban hideg van, nehéz fűteni a templomot különböző alkalmakra. A templom az távolabb van kint a domb tetején. Műemléktemplom? Igen, műemléktemplom. 13. században épült, és később aztán sokszor lett módosítva. Büszkeségünk a templom, nagyon szép a környéken, egyik legszebb templomunk. Első nagyobb bővítése 1442-ben volt, utána aztán 1700-es években toronnyal látták el. A mai formát végül is idők folyamán úgy kapta meg, hogy minden évszázadban tettek hozzá egy kicsit. Igazából gótikus templomnak számít, úgy tartjuk nyilván. Milyen az ülésrend? Megvan külön a férfiaknak a padjú, külön a nőknek, külön az ifjúságnak? Igen, ez működik még Vajában. Van külön padja a férfiaknak, külön a nőknek, és külön a konfirmándusoknak is. Konfirmándusok hol foglalnak helyet? A férfiak padjában ott legelő szoktak ülni, legelső sorban, akkor, amikor ugye konfirmálnak. Amúgy meg a lányok a lányokkal, de akkor, amikor konfirmálnak, akkor van egy külön ülésrendjük. Hány férőhelyes ez a műemléktemplom? Ez egy jó kérdés, soha sem gondolkoztam ezen. Nagy ünnepek alkalmával több mint 100-an voltunk benne, és még féltünk volna, szerintem legalább 100-an. Mondjuk azt, hogy a 200 biztos. Vannak alkalmak, amikor megtelik a templom? Úgyhogy teljesen megtelve nem volt még, viszont olyan alkalmak vannak, amikor nagyon sokan vagyunk. Óév, istentiszteleten, éjjel 12 órakor, jó esztén utolsó napján szoktunk sokan lenni, konfirmációkor, illetve más ünnepi alkalmakkor is. Gyönyörű szépen szól a székelyvajai református templom harangja. Ezek nagyon régi harangok? A jelenlegi harangunk, a kis harang szól, az 1908-ban öntötték. A nagy harang 1923-ból való, akkor volt öntve, viszont az most éppen javítás alatt van, tehát megrepett és meghegesztjük. A régi harangot viszont azt elvitték, az a háborúnak az áldozata lett a két régi harang, és azonok a helyébe öntötték aztán ezeket. A szószék korona az milyen régi? Szószék koronáról nincsenek pontos fejezéseink, legalábbis nem olvastam még sehol erről. Úgy gondolom, hogy a 19. században készíthették a mostanit, a jelenlegit. Műemlékorgonájuk van? Vagy ez egy újabb kiadás? Műemlékorgona 1792-ben készül Segesváron. Felújításra szorul, szeretnénk restaurálni, az terveink között szerepel. Ez még kicsit még várat magára. A templom, hogy műemléktemplom, nem voltak feltárások, hogy esetleg freskó vagy freskó maradványok vannak-e a bakolat alatt? Nemrég volt egy ilyen feltárás, két freskó
részletet tártak föl a kutatók. Az egyik a férfiak padjának a háta mögötti falon, a másik pedig a másik falon. Ezek nagyon régi freskók, még igazából további felújításra szorulnának, csak éppen fel voltak tárva, de nem voltak teljesen felújítva, ez is még várat magára. Olyan irányú kutatás volt-e, hogy ez a templom egy réginek a helyén van, vagy ez az eredeti? Tudomásom szerint az eredeti templom, csak hogy meg volt oldva, tehát a hajózt oldottak, még később ugye toronnyal látták el, tehát folyamatosan oldották, portikust építettek hozzá. A templom körül van a temető is. Ide a reformátusok temetkeznek, vagy mindenki? Nagyon kevés kivétellel a reformátusok temetkeznek ide. Amúgy két temetőnk van, nekünk is van egy másik temető. Azt is használjuk, sajnos ez a templom mellett temetőnk lassan már befogadó képességének a határát elérte. De ameddig lehet, addig próbáljuk úgy használni, illetve karban tartani, hogy jó legyen. Fiatal családapával beszélgetünk, ha nőnek a gyerekek, akkor meg lehet maradni Székelyvajában. Közel van Marosvásárhely, tehát nincsenek a világ végén, mondjuk, hogyha a kóborhoz viszonyítjuk. Gondolom igen, semmi gond nélkül. A fiam 6 éves lesz, a lányom 4 évet tölt. Ők Marosvásárhelyre járnak iskolába, óvodába, de hát a távolság miatt ez nem gond, ez megoldható. Szabó Emília évekkel ezelőtt egy falu monográfiához is gyűjtött adatot, és meg is jelent ez 2015-ben Székelyvaja falu monográfia címmel. Ebben a falu monográfiában a pedagógusi tapasztalatok bekerültek-e, vagy inkább a falura koncentrált, és nem feltétlen az iskolai életre? Én amikor elhatároztam, hogy monográfiát írok, azért szerettem volna monográfiát írni, mert amikor a főiskolai tanulmányaimat folytattam, néprajzot is tanultam, kellett dolgozatokat írnunk, és kollégáknál láttam, hogy vannak falvak, ahol van monográfia, és Székelyvajának nem volt. És akkor már elhatároztam, hogy akkor összegyűjtöm az anyagot, amikor úgy gondolom, hogy egy része megvan, akkor kiadatom. Több mint 10 évig gyűjtöttem, volt olyan év, hogy abba is hagytam. Ez nehéz, nem te vagy az az ember, aki ezt megírja. De akkor ugyan találkoztam egy újabb adattal, tehát egy könyvbe, akár egy műsorba hallottam egy adatot, és akkor annak utána néztem, vagy könyvtárba, vagy olyan megjelent monográfiákba, akkor mindig visszatértem, hogy de igenis meg kell csinálni. 2014-ben döntöttem el, hogy na most van egy annyi anyag, hogy talán el kellene kezdeni. És akkor egy kisebb monográfiát kiadtam a faluról. Én arra törekedtem, hogy Vajáról adatokat szolgáltassak. Vajával megismertessem Vaját. Én, amiket összegyűjtöttem monográfiákból, az egyházi levéltárból, az állami levéltárból, ezeket próbáltam olyan rendszerbe fűzni, amit fel tudok használni, igen, az iskolába is. Tehát maga a monográfiát úgy építettem fel, hogy van földrajzi leírása, történelmi leírása, az iskola történetéből, a kulturális életből, a néphagyományból, fontosabb családokról, fontosabb épületekről, sőt, a legelső, amivel foglalkoztam, az volt, hogy Székelyvaja helységnevei és határnevei. Hát a határnevekben nagyon sok adat bújik meg, mert az utal a falu régiségére, például a Sina, vagy van egy határnevünk, az a Kék Domb, tehát Székelyvajából, ahogy Ákusfalva fele haladunk, ott van egy domb. A főút pont azon megy át, és azt Kék Dombnak nevezik most. Ennek az eredeti neve Kép Domb volt, de a székely a képet Képnek nevezi.
Ez a hely Kálvária volt a katolikus időben, itt szentképeket árusítottak. Innen ered a neve is. Tehát a mai Vajai a kék dombra megy, nem a kép dombra. De nagyon fontos a szilkerek is. János Zsigmond serege itt verte szét a székely lázadókat 1562-ben. És ezt az eseményt minden székelyekről író történelemkönyv megemlíti, mert ez az esemény fontos volt a székelyek történetébe. És tudni kell, hogy Székelyvaja egy régi székely település. Már a 11. 12. században ide letelepültek. A régi anyakönyvekben is találunk ilyen megnevezéseket, hogy Primorok, Szabad Székely, tehát ez is utal arra, hogy igenis székely faluról beszélünk. Ugye nagyon fontos a történelmében az, hogy a székely huszárok, mert olyan is volt, a 48-as forradalomban is részt vettek. Nagyon sokszor úgymond ontották vérüket a hazáért. 1848-ban 20 nemzetőr önként jelentkezett a 48-as forradalomba, de részt vettek a világháborúba, ugye, amit a templom mellett levő emléktábla őriz, meg a templomban levő emléktábla őriz. Nagyon fontos megemlítenünk azt is, hogy 1909-ig Vaja néven szerepelt, utána Székely Vaja nevet kapta. Vajában már 1602-ben oktatás folyt, de többi valószínű, hogy a katolikus időben is, a katolikus plébánia mellett már egy kisebb létszámú iskola működött, és Marosszék iskolái között a Vajai iskola a harmadik. A Verek keresztúri 1579-ben alakult, a Székely kövesdi 1591-ben, és a Vajai 1602-ben. Először felekezeti oktatás, majd utána állami oktatás. A felekezeti oktatás 1848-ban szűnt meg, utána az állami oktatás folytatódott. Elemi iskolaként működik jelenleg, de működött egy 10 osztályos iskolaként is. Jelenleg 37 diák tanul az iskolánkban. Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Mióta megjelent ez a falu monográfia, a hagyományok terén mekkora változás? Mert bizonyára, hogy még gyerekkorában, vagy a szülei gyerekkorában sokkal több minden lehetett itt is. Mára mi maradt meg ezekből a szokásokból? Húsvéti locsolkodás, ugye a fenyőzés, a kisgyerekek most is elmennek a kislányok házához, és fenyőt visznek, egyesek feldíszítik szallagokkal, mások nem. Minél nagyobb a gyerek, annál kevésbé van feldíszítve a fenyője. Jön akkor megmaradt a karácsonyi kántálás, utcákra osztva jártak kántálni. Óesztendő búcsúztatása, újesztendő köszöntése a toronyból, ez most is megvan. Szüreti bál az úgy maradt meg, hogy a gyerekekkel minden évben, tehát az iskolában megtartjuk a szüreti bált, ahol népdalokat tanulunk nagyon sokat, szürethez kapcsolódó népdalokat, és népi táncot, vagy szüreti jeleneteket mutatnak be. A farsangot is meg szoktuk ünnepelni, de itt már inkább az újabb rajzfilmes figurák, a dominánsok, tehát nincsenek meg azok a régi szokások, hogy ugye egy kecske, egy ló bemutatása, vagy ördög bemutatása, ami régebb volt. Még az előfordul, hogy ugye menyasszonynak öltözik fiú, vagy fiúnak öltözik lány, megfordítva. Tehát ilyen még van, de a régi szokásokból már nincs. Színdarabot még tanulnak a fiatalok, vagy házas emberek? Most már nem. Nagyon rég nem volt már ilyen, főleg házasok körében. A szüleim idejében, a 80-as évekre gondolva, akkor tanultak színdarabokat, felléptek, tehát nagyon fontos volt Vaja életébe a kulturális élet, az éneklés, fontos volt a hangszeren való játék is, ugye a fúvós zenekar is megalakult. A gyerekek életében is nagyon fontos a népdaltanulás, nagyon fontosnak tartom az iskolában, is. Tehát olyan évzárunk nincs,
hogy azon 7-8 népdalt, de évközben is meg részt veszünk mindenféle fesztiválon, ahol ilyen népdal bemutatásra kerül sor. Az én osztályom a tavalyi évben az első, második és negyedik osztály volt, és részt vettünk Vajdaszentiványon az elsősök számára megszervezett népi gyerekjátékok fesztiválon, ugyancsak népdalokat meg népi gyerekjátékokat adtunk elő. Akkor részt vettünk Erdőszentgyörgyön az elsősökkel és a negyedikesekkel, ugyancsak a Kincseink fesztiválon, de azelőtt részt vettünk Karácsonyfalván, tehát bármelyik megszervezett népdal fesztiválon mi részt veszünk. Tehát egész éven át folyik a népdal oktatás, és ők maguk is fontosnak tartják. De ugyanakkor elmondhatom azt is, hogy más népek dalait, zenéit is megismertetjük velük. Tehát kellemesebbé próbáljuk tenni az iskolai oktatást. Szerintem ez is hozzájárulhat a sikerhez. Tehát jól érezze magát az órán a gyerek. És egy érdekesség van itt a Székelyvajában, hogy nyáron román tábort is szerveznek. Nagyon hasznos szerintem, csak mennyire van rá kereslet? Kereslet van. A gyerekek nagyon unatkoznak nyáron. Én is elcsodálkoztam, hogy tényleg ennyire unatkoznak. Az, hogy román tábor, az onnan származik, hogy egyik legnagyobb gond, vagy egyik legnagyobb probléma a gyerekek számára a román tanulása. És akkor próbáltuk a kellemest a hasznossal összekötni, vagyis a gyerekjátékokba, a kézműves foglalkozások közepette belopunk egy kis román kommunikációt. Tehát, hogy azt a száraz román anyagot egy picit próbáljuk megszínesíteni. És akkor ők maguk is könnyebben elfogadják. Mert ha rágondolunk a mi elég rideg programunkra, akkor ahhoz színezés szükséges. Tehát román tábor, tulajdonképpen próbáljuk kellemes keretek között tanulni azt is. Mert ha gyerekekre rákérdezünk, melyik tantárgyal kínlódunk a legtöbbet, hát a román tanulásával, meg a szülők is leghamarabb annál esnek kétségbe, az az első, amért magánórára szaladnak, és próbálják a gyerekeket segíteni, meg aztán azt is tudjuk, hogy első vizsgatétel az román nyelvből történik. A gyerekek csak Székelyvajából jönnek, és az iskolának a növendékei, vagy bárki részt vehet ezen, aki esetleg csiszolni szeretné a román tudását? Bárki részt vehet ezen a tevékenységen, innen a településről jönnek inkább. Tehát olyan gyerekek is bejönnek, akik beköltöztek, nem ide jár az iskolába, mert folytassa a tanulmányait ott a városiskolába, ahol elkezdte, de azért kóstolgat egy kicsit Vajából, és úgy látom, hogy ők is élvezik. Nagy kívás számunkra az, hogy 6 évestől 13 évesig vannak a gyerekek, tehát, hogy mindenkinek a figyelmét megragadjuk, meg mindenki számára kellemessé tegyük az együttlétet. Ez egy elég nagy kihívás, de állunk elébe. Imosom a zsebkendőmet tiszta fehérre, nem is adom akármilyen legény kezébe. Szilvia, Barabás Dalma, Berecki Anita, Kis Beáta. Hol szórakoztok itt Székelyvajában? Mivel tudjátok eltölteni a szabadidőtöket? Szoktunk kijárni, meg vannak ilyen bibliaórák, meg vasárnap templomba is szoktunk néha járni. Sok a fiatal itt Székelyvajában? Nem annyira, viszont akik így fiatalabbak összetartanak és többet járnak itt. Ti miért tartottátok fontosnak, hogy részt vegyetek népdaloktatáson?
mert itt kicsik is, nagyok is jöttek. Mert mi is a közösség tagjai vagyunk, és szívesen segítünk Csilla és a tanítónéni munkájában, és köszönjük szépen nekik, hogy itt lehetünk, mert ők hoztak össze bennünket, így a fiatalságot. Máskor is össze tudtok gyűlni, hogyha van valami hasonló rendezvény, akkor lehet titeket mozgósítani? Én igazából azt látom, hogy a fiatalokat egy picit nehezebb, így ezt a korosztályt szerintem sokkal könnyebb összeszedni. Látom azt, hogy Jucika tanítónéni meg Csilla úgy egy kicsit összehozzák ezt a korosztályt, és én is azért jövök el, mert úgy jól érzem magam köztük, és feldob egy kicsit. Nagyon kevés a fiú. A fiúkat nem lehet meggyőzni, hogy ők is jöjjenek hasonló alkalmakra, mert bizonyára ők is tudnak szépen énekelni, és az ő hangjuk is jól szólna itt a tájház mellett. A nagyobb fiúkat nehezebb lenne meggyőzni. Náluk már másabbak az érdeklődés körök, és valamiért nem fogják meg annyira az ilyen népdal éneklések, mint a lányokat. Ti máskor is szoktatok énekelni, vagy csak akkor, amikor fel kell lépni, vagy ilyen alkalmak vannak? Máskor is, de máskor leginkább az ilyen mi zenéinket. Könnyű zenéket? Igen, persze. Nekem sajnos nincs jó hangom, úgyhogy csak ilyen alkalmakkor. Amúgy máskor mivel telnek a hétköznapok, a mindennapok? Esténként kijövünk, egy kicsit a szomszédokkal beszélgetünk, mindenkinek úgy megvan a saját köre, hogy kikkel talál a szó, kikkel beszél. Sokszor azt hallom, mikor faluműsor készül egy bizonyos településen, hogy a fiatalok olyan borúsan látják a jövőt. Ti hogy látjátok? Gondolkodtok abban, hogy külföldöt válasszátok, vagy itthon maradtok? Én még ezen nagyon nem gondolkoztam el, hogy mi lesz. De szerintem 10 év múlva a fiatalság még ennyire se lesz összetartó, mint amilyen most. De miért? Mindenki felnő, és mindenki külföldöt válaszza a megélhetőségért, és ezért a fiatalság széthúz. Hogy esetleg összetartóbb lenne ez a fiatalság, talán lenne rá esély, de így nem nagyon. Na jó, de vannak alkalmak, amikor lehet mozgósítani, tehát akkor ezt miért nem lehet máskor is? Attól is nagyon függ, hogy ki az, aki mozgósítani szeretné. Mert tegyük fel, hogyha egy olyan, akire felnéznek a szavára, akkor persze, hogy többen oda gyűlnek, de hogyha például csak valaki mond egyet, akkor persze nem megy senki. Akkor mindig kell legyen valaki, aki a vezérkos ebben a történetben. Te hogy látod a jövőt? Több ilyen programot kellene szervezni, mert így a fiatalok legalább van, ahova kimozduljanak. Másképp csak otthon ülnek, és néha barátokkal mennek ki, de ez nagyon szép szerintem, hogy ezt így összehozták, mert csak ez az első év, amikor ez így létrejött. De reméljük több ilyen lesz, és még fogják folytatni, ez nagyon remek szerintem. Nekem is tetszik ez az összejövetel, én is remélem, hogy lesz még ilyen. Látom, hogy többféle pályázatot megpályáznak, meg is nyerik, úgyhogy én nagyon reménykedem, hogy tényleg a fiataloknak lesz még alkalmuk ilyesmiken részt venni. A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Szabó Margit vagyok, 77 éves. De minden nap azért gazdálkodik, tesz-vesz a ház körül. Igen, minden reggel 6 órakor felkelek, megyek a csarnokba, viszem a tejet, mikor hazajövök, az állatokat megitatom, 2 tehenünk van, elhányom a ganét, és azután a leányommal kávézunk. Édesapám nyugodjék, fiatalan meghal. Akkor édesanyám ötvezen maradott, de azért a gazdaságot vitte. Állatja volt, juha volt, majorság, mint most nekünk. Akkor amúgy mindenkinél volt gazdaság? Igen, akkor sokkal több állat volt, mint most. Hát most egy pár tehén van. Tollasnál van inkább, Keresztúri Sándor és Tarászi öcsinél. És van egy fiatal is, Csatlós Csongi. Ja, igaz, a Csatlós Csongi, az ünne van a legelőn az állatjai. Régebben mindenki csak mezőgazdasággal foglalkozott? Vagy akkor is volt olyan, hogy mesteremberek is voltak, és máshol dolgoztak? Akkor inkább a mezőgazdaságból. Az én uram Hunyadan volt, hogy tudjunk építeni és gazdálkodni. Mennyire voltak annak idején összetartóak itt a vajaiak? Hogyha mondjuk segítségre szorultak, így kalánkáztak, hogy egyik nap az én veteményesemet kapáltuk, meg másnap az övét? Nem, mikor építettük ezt a házat, akkor jöttek a rokonak, mind segítettek.
De csak az építkezésbe kalákáztak, vagy a mezőgazdasági munkákba is segítették egymást? Nem nagyon. Mindenki az övét végezte inkább. Szegény édesanyám még harmadába kapáltuk. Ötön voltunk testvérek, és otthon voltunk bezárva. Felálltunk a nagykapura, és eldőlt a nagykapu, és a testvéremnek eltőlt a kara, és édesanyám jött haza, vett egy vesző, és mind az ötöt megverte. Minden ötön kaptunk. Annak idején bizonyára a gyerekként kellett segíteni a háztartásban, meg a mezőn. Igen. Ezt úgy szívesen tették? Szívesen. Még a fiúk oda is voltak állva, még mosogatni is se. Minden testvére itt maradt Székelyvajában? Nem. Egy testvérem az elment Hunyadra. Darun dolgozott. Divat volt-e itt Székelyvajában, hogy a lányok szolgálni mentek? Nagyon kevesen. Nem voltam szolgálni egyáltalán. Már egyedül való leán voltam, és a szülők ingen nem engedtek. Csak 4 osztályt jártam. Azt mondta édesapám, hogy ha nem leszel pap, menj a marhákkal. Így csak 4 osztály vagyok én. És bánja, hogy nem tanult tovább? Hát igen, már számtamból jó voltam. Régebben hol szórakoztak? Milyen szórakozási lehetőségek voltak? Csináltak bárt, de az volt a helyzet, hogy a fiatalok, mint én is, hogy kicsi voltam, édesanyám el kellett dugjam, hogy ne lássanak, mert a nagyak nem hagyták, ott legyünk. Aztán így tőtt le. És amikor kicsit nagyobb lett, akkor mindenkivel elment táncolni? Mert ha nem ment el a lány táncon, akkor ki muzsikáltatták? Igen, az én uram adott nekem éjjeli zenét is. Mit a szomszédokkal összeülnek-e, megbeszélik-e, hogy annak idején, amikor fonóba jártunk, vagy bálba jártunk, akkor hogy volt? Vagy ez ma már nem beszédtéma? Nem. Itt Peti bácsival szoktam beszélgetni, és ott van egy Irma nevezetű, de én nem nagyon érkezek, mert gazdáskodom, a vejem jár dolgozni, unokám jár dolgozni. Mit hozna vissza, hogyha lehetne ebből a régi időből? Nem hiányzik semmi a múltból? Vagy mindig az jó, ami van? Minden nap az a jó. Nagy István a nevem, a Marosvásárhelyi Vadásztársulatnak vagyok az alkalmazottja, mint hivatásos vadőr, hivatásos vadász. Hol teljesíti a szolgálatot? A szolgálatot a 18-as Somosdi vadászcsoportnál teljesítem, ami egy olyan vadászcsapathoz tartozik, akik magánúton gazdálkodnak a vadászterületen, tehát autonóm gazdálkodás történik. Ez azt jelenti, hogy a vadaknak az ellátását, etetését, védését a csoport fizeti. Azon kívül a vadászterületünk egy dombvidéki vadászterület, ahol majdnem minden vadfaj megtalálható, ami Romániában él, kivéve a hegyi kecske, az erge, fajtkakas, hiúz, az egyéb nagy vadak közül medve, amiből jó bőven van most, szarvas, őz, vaddisznó és apró vadjaink, nyúlak, fácánok, tehát minden mondhatni megtalálható a vadászterületen.
Székelyvajai születésű, itt a szülőfaluban kell evadőrködni. Igen, tehát a szülőfalum is a vadász területhez tartozik. Ugye a vadász területünkhöz még 6 község is tartozik, amihez még különböző falvak. Úgymondva a Nyárád mentének egy része, meg kelet felől a Küküllő mente. Ez azt jelenti, hogy Jákosfalvától Nyárádtőig, Balavásártól Széplakig. És ezt a nagy területet mennyi időnként kell megjárni? Hát azért jó sok domb van meg völgy, amit itt be kell járni. Minden reggel, minden nap, minden este. Van szolgálati autó is, amit a vadásztársulat biztosított, ahhoz biztosítják az üzemanyagot is. Plusz a vadászok, aki vadászni akar, az saját autóval jön vadászni. Ugye vadat elszállítani szükséges az autó, meg elég nagy a terület, és egyik részéről a másikig nem igazán könnyű eljutni. A gazdálkodók sok panasszal fordulnak-e a vadőrhöz? Igen. Legtöbb kárt a vaddisznók a kukoricába tesznek tavasszal a vetés után, ősszel pedig betakarítás előtt, miután teljes, egész a betakarításig nagyon sok kárt tudnak tenni. Viszont a vadásztársulat fordult az állami hivatásokhoz is, hogy minél több vaddisznót lőhessünk ki, ahhoz, hogy csökkenjenek a károk, amit tudunk mi vadászok, megtesszük. De az egész vadat úgyse tudjuk kiirtani ahhoz, hogy semmilyen kár ne történjen. Most kint beszélgettünk a vajai határba. Medvétől kell tartani napközben, vagy nagyon nem zavarja itt a gazdálkodókat? Napközben nincsen probléma, még nem is adódott sose probléma, hogy támadott volna. Éjjel mozog a medve, általában napraforgó a kedvenc eledele, napraforgósokban azokban bent van mindig. Ugye átjárnak a szomszéd területekről is, átjárnak a hegyekből is, ugye itt csend van, élelem van, és emiatt a túlszaporodás is jobb itt. Ugye most már az utóbbi időkben az a tapasztalatom, hogy anyamedve 3 bocsot is nyugodtan fel tud nevelni. Meg a terület is csendes. Amerre ellát a szemünk, nagy kukoricatáblák, nagy napraforgó táblák vannak, abban jól el van. A vajai gazdák részéről jött panasz, hogy betört a gazdaságukba, kárt tett esetleg? Volt innen is panasz, történt eset, hogy juhásznál juhot ölt meg, fint a házán. Az ottani juhásznál többször is támadott. De nem egy-kettő, mert az ő állítása szerint 3-4 is egy éjszaka támadott. Gazdálkodik is a családjuk. A vadőrködés mellett mennyire lehet jelen lenni 100%-ban a gazdálkodásban? Vagy azt végzi a család többi tagja? A vadőrség az nagyon lefoglal, mellette nem tudok mást. Besegíteni be tudok, szezon munkába, tehát aratásnál, silózásnál, de többi részét a család végzi. Itt kint a határba éppen silózik, ez a saját területe, vagy valaki másnak is be tud segíteni? A szomszédnak segítek be, Tollas Gábor úrnak, az ő területe, és neki silózunk. Még működik ez a segítségnyújtás itt Székelyvajában, hogyha nekem van gépem, és időn főleg, akkor besegítek a szomszédnak is? Igen, ez kölcsönös, és kell is, mert ugye mindenki nem tud megengedni minden eszközt, minden gépet magának, emiatt a segítség mindig jól fog. Mi segítünk ezzel, ő majd visszasegít mással. Szabó Mártin. Mivel telnek a mindennapok itt Székelyvajában? Megyünk a mezőre, dolgozunk, traktor, állott, ami észre létezik, mindenre dolgozunk. Modernizálták a mezőgazdaságot. Régebben bizonyára összetársultak a rokonok, a szomszédok. Egy perc. Egy csomó ócskobos van összevéve. Mennyi van a kertbe? Mennyi takorma?
én 72 éves ember vagyok. Nekem mindenem idáig még 99%-ban sikerül. És még mindig ilyen teljes gőzzel gazdálkodik? 22 darab állattal dolgozok most is. A fiam dolgozik más munkán, én vagyok a főnök itt, sajnos én benn. És az idei év az milyen volt így mezőgazdás szemmel nézve? Egy kicsit szomorú. Nem lett csak 20-22 más átlagtermés gabonám, de bízunk a kukoricába. Nem dolgozunk csak 30 hektár földdel. Valakinek a 2 hektár is sok. Mi ennyibe dolgozunk. Mi lesz az állatokkal? Azt tudja értékesíteni? Gondolom. Torda Jóska bácsi az elviszi. Én annak az embernek adom, aki engem megfizet, és ő szerintem jól megfizetett örökkétig. Ha odáll az ember dolgozni, van eredmény. Én nem azt mondom, hogy jól sikerül a mezőgazdaság, mert vannak bukások. Megkezdtem 71-be. 71-től mostanig dolgozok én. 24 évet voltam élmunkás a szemeténél. A fiatalok tovább viszik majd a gazdaságot? Az én fiam igen. Sosem gondolta arra, hogy itt hagyja Székelyvaját, és máshol keressen megélhetést? Még a fiamnak is azt mondom, itt van Amerika, itt van Németország Székelyvajában. Nem, hogy elmenjünk. Nem szabad itt hagyni, ami itt van. Tessék szertelizni, mi van itt nálunk? Mi dolgozzuk, én s a fiam. Mindenünk van. Úgyhogy itt is meg lehet élni, csak szeretni kell a munkát. De dolgozni kell, igen. Én Marci vagyok, de nem kapsz a Marci. Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják, ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen. Mikrofonunkkal Tollas Gábort is felkerestük, aki még mindig gazdálkodik. Hát Gabi bácsi, sosem lehet ezt megunni? Megunni nem lehet, félbehagyni, megszakítani, azt igen. Na de hát, hogyha egy-két perce lenne, tesz vesz az udvaron, nem, hogy leülne pihenni. Hát, amikor már muszáj, akkor muszáj leüljek pihenni. Tudja, amikor már érzem, hogy na, ha megyek tovább, akkor valami rossz lesz belőle. A gazdálkodás iránti szeretetet ezt hozta a gyerekkorából? Vagy ez úgy menet közben kialakult, mert ezt kellett csinálni, akkor megszoktuk. Tulajdonképpen gazdálkodó család volt az apai részről, visszamenőleg elég sokan. Voltak papok, tanítók a Tollas családban, de viszont mindegyik gazdáskodott. Viszont a másik oldalon dédnagyapám gazdálkodó volt, a nagyapám az nem, az hivatalnak volt. Viszont az anyai nagymama az tulajdonképpen tökéletes háziasszony. Zárdában tanult, Szebenbe, leányiskolába, úgyhogy ottan nem azt tanították, hogy úgy értve irodalomtól elkezdve általános műveltséget, meg háziasszonyságot. Milyenek a vajai földek? Lehet jól gazdálkodni rajtuk? Tudja, tulajdonképpen lehet rajtuk gazdálkodni, de viszont elég nehéz. Nehéz, mert nem mezőségi talaj, és nagyobb részben savanyú. Itt ezek, amik látszanak, itt ezek a völgyek a patakok mellett, ezek nem, ezek elég közömbösek tulajdonképp. Jó talajok, ez öntéstalaj. A többi pedig lenne az első terasz, az még jobban termő. De azon felül aztán már végebb kellett a ganyi, most elég sok műtrágya. Meg aztán ez a meszezés, ez jó, amit egy része csinál igazság szerint, mert savanyú talajok a nagy része, különösen az észkas területek, mind. Mivel volna érdemes foglalkozni? Mit éri megtermeszteni? Igazság szerint szarvasmarha tenyésztés volt a menő réged. Mostan viszont már mindjárt nem is tudjuk, hogy mert a kicsi gazdák, ugye kis selejteződtek. Hát itten, mikor az asszociációt megalakítottuk, akkor még volt egy olyan 100 tehén tartó körül. Most egyetlen egy van, még aki ilyen kicsi gazda, amelyik 5-6 liter tejet, 1-2 tehenes. És akkor van egy még, amelyik tejet termel aljába, akinek van egy 20 körüli tehne, és van vagy kettő, amelyik, mit is mondjak úgy, tartsa a teheneket kín legelőn, s aztán. Amilyen jövedelme van, olyan van, bornyuk ott vannak, minden ott van egy rakásban. De az már nem állattenyésztés, az már csak olyan. De szereti, és akkor sajnálja ott hagyni. Megvan a legelő, nincs mit csináljon vele, és akkor nem jókat tart, hanem teheneket tart. Aztán valahogy kínoz. Kupecek szedik össze a borjukat. Tőlem pedig a
napos, illetve hetes bórjukat, azokat elviszik jobbra-balra, kinek még van egy-egy tehene, még nem mondott le egészen, de már a csarnokban nincs hova vigye tejet, és akkor tartsa azt a bórjut, és megneveli olyan 100-120-150 kilósége, és akkor megveszik ezek a hízlaldák. De azoknak is megvan a beépített láncuk, tudja, aki felvásárolja. Először, mikor az asszociációra gondoltunk, állandóan mondják, olyan bosszantó, tudja, nekünk, akik szerveztük annak idején, hogy szövetkezeteket hozunk. Hát hogy a francban, mikor mindent megcsináltuk? Úgy megszerveztük, hogy legyen federációnk, hogy hivatalosan mind. A végén mi lett belőle? Egy nagy semmi, mint egy buborék kipukkat, és most nincs semmi. Gyakorlatilag a gazda saját magára számíthat. Csak kimondottam. Őszintén mondom ezt, hogy szerencsénk van a szubvencióval. Nekem például szerencse, hogy mióta kezdtünk gazdáskodni a kollektív felszámolása után, mi nyilvántartást vezettünk ezekről a piros tarkákról, a zimentál korcsokról igazság szerint. És ezelőtt vagy 3 évvel nagyon jól bejött a tenyészállatért adott szubvencia, ami rendkívüli nagy segítség volt. Ha nem lenne támogatás, akkor nem is érné meg felkelni és elkurálni az állatot? Egyáltalán nem. Egyáltalán. Amennyivel nincsen állami támogatás abban az esetben, nem jön ki. Az ide volt időm mostanig szóba állni magával, mert kellett hordjam a motorinát, hol a traktornak, hol a silótöltőnek, meg olajat kellett, mert hol ez a baj, hol az a baj, és akkor én innen futok a taposás mellől, gazdag elpusson itt el más. Szezonmunkás sem lehet találni, pedig a bár itt vajában is néha tele van. Az az ember is dolgozik máshol, csak véletlenül már a szabadnapos volt. Aztán a kúráló még segít egy kicsit, más nincsen. Az úgynevezett falusi munkaerő teljesen hiányzik. Jó közlekedési lehetőség van, és ezek az építkezési vállalkozók, ami egyszer csak mozogni tud a munkaerő, mindenkit felvesznek. Mi lesz ezekkel a földekkel, Gabi bácsi, hogyha már ez a pár ember se fog gazdálkodni? Tudja, azért van egy pár, aki gazdáskodik. Nagyobb részbe kezdték kivenni a földeket, és kezd úgy összegyűlni, tudja, a nagyobb területek, 20-30-40 hektárok, és gabonatermesztése, búza, kukorica, szójával is kezdenek, és a napraforgó kezd menni nálunk. Nagyon megváltozott az éghajlat. Aztán lehet, hogy ez csak időszakos, mert ezt se lehet tudni, de viszont szárazabb időszak állott be, és a napraforgó kezd menni, meg a repce is. És aztán így kínlódnak. Ez az igazság, hozzáértés. Hol van, hol nincs, igyekeznek egymástól ezt-azt ellesni, eltanulni. Régi falusi ember is úgy volt, ami a fejéből hiányzott, meg volt a kezibe. Ez azt hiszem érvényes továbbra is. Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Maros megyei székelyvaján készült összeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották. A viszonthallásra. Yeah.